Csodabogarak, volt, aki így definiálta az elektromos hajtású riksákat. A 10 darab hazánkban egyedülálló járműveket az Oroszlányi Bányászklub kapta, amelyek beszerzését az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta. Ez egy innovatív javaslat volt, és éppen ezért örömmel támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium, hiszen minden olyan ügyet, ami fontos számunkra, jól kifejeznek ezek a járművek. Itt részben elektromos közlekedésről van szó, ami elektromos energiát használ, részben egy olyan fenntartható közlekedési módról van szó, amelyik élhetőbbé teszi a térségeinket, élhetőbbé teszi a községeinket, településeinket, és valójában egy olyan közösségteremtő beruházásról, amelyik egyszerre tudja szolgálni a közösségnek minden tagját és minden szereplőjét. Örömmel álltunk egy ilyen innovatív kezdeményezés mellé, amelyik újszerű módon, újszerű eszközökkel, innovációt felhasználva, és nem utolsó sorban magyar gazdasági szereplők bevonásával tudta megvalósítani ezt a kiváló javaslatot. Az e-riksák kettős célt szolgálnak, egyrészt az időseket, másrészt a kikapcsolódást segítik. Oroszlány térségében két nagyobb turisztikai fejlesztés is a végéhez közeledik. Nem sokára a Majki Műemlékegyüttes teljes felújításának az átadása következik, és a Bányászati Múzeumnak is átadása lesz a közeljövőben. Ez egy kellemes délutáni program egyébként a környékbeli családoknak is. Hibrid jármű, tehát nem feltétlenül fizikai erőkifejtéssel kell hajtani, de azzal is lehet, úgyhogy a bátrabbak azok súllyal a hátuk mögött, ez pont olyan, mint amikor babaülésen az apróságot visszük az oviba, csak egy kicsit nagyobb az utasunk, de éppen ezért, hogy ne csak élő erővel, de ugyanakkor mégiscsak legyen egy kis sport benne, a hibrid modell a rásegítő elektromos hajtás miatt egészen könnyen tekerhető, tehát nem okoz emelkedőn sem nagyobb gondot.